Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jönnek is MB3, vissza a videózás gyökereihez, hogy úgy mondja, ugye anno ezzel kezdtem a videózgatást. Nem is olyan rég mentem el játszani egy nagyon jó barátommal, újra egy kis MB3-at, és megtartottam a videót, mert éreztem, hogy azért lesz neki valami haszna, és a napokban ugrott be egy téma, amiről mindig elfelejtettem beszélni nektek, ám igen fontos változója, hogyha megint csak emelni akarunk egy kicsit a játék tudásunkon, és egy olyan dologról fogunk most beszélgetni azért, amit fontos szem előtt tartani, azt hiszem, hogy hát nem csak játékban természetesen, úgyhogy következzen egy újabb gamer pszichológia rész. Egy kicsit a játékról, hardcore-ban játszunk, mert a barátom nagyon szereti ezt a módot valamiért. MB2 óta nem nagyon szeretek hardcore-t játszani, inkább a SCON 4-ben volt nekem a favoritom. Ám, azt kell mondjam, most ez a játék nagyon jól sikerült, azt a Fránya AC-130-as nem sikerült megszerezni, pedig egy párszor a közelében jártam, és nagyon, nagyon hajtottam rá, de már gondolom már rég játszottam a játékkal, nem tudom, de Fránya AC nem jött össze, de azért összejött egy szép kis stat cserébe, úgyhogy élvezzetek a játékot, mert egész jó játék lett, miközben elmondanám a mondani valómat, ugye. Kezdjük ott, ugye mindannyian van egy időszak, amikor abba hagyjuk a játékot, vagy éppen rászokunk egy másik játékra, vagy több játékkal játszunk együtt, és az adott játék mondjuk, jelen esetben mondjuk az MB3, mivel már egyre ritkábban játszok, a játék úgy alapvetően változik. És amiről szeretnék most itt beszélni, és azt hiszem, hogy kulcsfontosságú tud lenni, egy játékban, és akkor most kérném ugye a tapasztalt játékosok segítségét. Honnan is indítsam a történetet, mert egy kicsit megpróbálom összeszedni a gondolatokat, késő este van, és épp videót csinálok, úgyhogy nem látok ki a fejemből, de azért megpróbálok beszélni a témáról. Nos, kezdjük ott, hogy ugye kijön egy játék, és a gamerek elkezdenek vele játszani, és minden játékban kialakulnak szokások. Ugye Call of Duty esetében kialakulnak a tipikus camperhelyek, kialakulnak a tipikus mozgási útvonalak, és a játékosok szépen egy adott kényelemből beállnak oda. És honnan tudjuk, hogy egy játékos már jó játékos lett? Tehát minél gyorsabban tanulja meg az ember ezeket a specifikus helyeket, annál jobban kezd el teljesíteni az adott pályákon. Tehát megtanulod a tipikus kemper helyet, hogy arra figyelsz, vagy ha éppen kemper típusú játékos vagy, akkor oda mész. Megtanulod a tipikus útvonalakat, hogy hol lehetnek többen, hol várhatóak az ellenfelek, és minél gyorsabban tanulod meg ezeket, annál effektívebben fogsz játszani, főleg az elején, amikor kijön egy játék. Tehát van ugye a játékosok, a tapasztaltabb játékosok már tudják, hogy hol kezdjék el keresni ezeket a pontokat. A kezdőbb játékosok, aki gyorsan érez rá dolgokra, az elkezdi észrevenni a dolgokat, gyorsan elkezd belemelegedni a játékba, és akkor így bum, hirtelen úgy érezzük, hogy milyen a világ, jól megy a játék, és tényleg jól megy a játék, és tényleg jól csináljuk a dolgokat, és akkor összejön a killstreak, összejön a sokadik kill, és mert felvettük a játék ritmusát, felvettük a játék tempóját, ráéreztünk a bizonyos helyekre, figyelünk bizonyos helyekre, és gyorsan belekezdünk melegedni a játékba. Aztán elkezdnek telni a hetek, elkezdenek telni a hónapok, és a játék maga, tehát a szokások a játékon belül apránként, de változni kezdenek, és ez nagyon lényeges, mert tényleg változik. Változnak a emperebb helyek, változnak egy kicsit az útvonalak, nem sokat, egy kicsit, de már épp annyit, hogy bezavarjon az adott ritmusunkba. Úgyhogy, ugye, javítsatok ki, hogy nem így van, tehát adott hónapokban, én mindig észreveszem, amikor visszamegyek egy adott játékhoz, MV3, például Titanfall, vagy Battlefield 3, hogy így mindig meglepnek, hogy mi a fene, ez új. És ezt nem így csinálták eddig. Valami változik, valami úgy nem a megszokott lesz, és erre a lényegre szeretném felhívni a figyelmeteket. Tehát egy nagyon lényeges momentum, és ez úgy igaz például bármiben az életben. Tehát az marad életben, aki képes alkalmazkodni az új szituációhoz. Tehát minél gyorsabban veszed észre a változást, és minél gyorsabban
alakítod ki az új szokást, vagy alkalmazkodsz az új szokáshoz, vagy netán te hozol be egy változást, akkor annál effektívebben és jobban tudsz választani. Szóval, amire fel akarom hívni a figyelmed, és egy kicsit beindítani az agykerekeidet, az az, hogy vedd észre ezt az apró változást, vedd észre azt, hogy a játékosok azért, hogy újabbnál újabb sikereket érjenek el, apró dolgokat változtatnak a szokásaikon. Sokszor ez meglátszik killstreakekben, hogy más killstreakek kezdenek el bejönni divatba, meglátszik ezt, hogy máshova bújnak el és kezdenek el kilőni, egy kicsit megváltozik például a játék stílus a játékosoknak, akkor van ilyen, biztos észrevesítettek ti is, hogy hú bakker, hát az adott hónapban mindenki bunny hoppolt, vagy mindenki lehasalt lövés közben, vagy fura, mert azon az útvonalon most nem jelennek meg annyian, mint amennyien szoktak, és ott állsz te, és várnád, hogy na, itt lesz most az akció, és nem. És erre akarom felhívni a figyelmet, hogy vedd észre ezt a változást, és gyorsan alkalmazkodj hozzá. Ne akard erőltetni mindig azt a megszokottat, és főleg, hogyha új gamer vagy, az új gamernek lenni egy régi játékban is jó dolog, mert rögtön a legújabb divatot veszed föl, tehát rögtön a legújabb divat után kezdesz el játszani, és próbálj meg minél gyorsabban alkalmazkodni az újhoz, és későbbiekben, amikor változik egy játék, jó sokszor mondjuk egy ilyen 10 éves játék, COD 4, az már nem sokat változik, tehát már nem nagyon tudja meglepni az embert, főleg azokat, akik nagyon sokat játszottak, például a COD 4-e, vagy NB3 most már lassan, csak már nem változik annyit a játék, már a gamerek nem alakítják ki az új szokásokat, de azért időnként meg tudnak lepni egy új fordulattal, egy új dologgal is, és nem, így tanulok én is el egy új trükköt, szóval ez lenne egy lényeg, amit észre kell venni. Nem is tudom, hogy milyen konkrét példát tudnék nektek hozni most így ilyen késő este, hogy értsétek, hogy miről beszélek. Például most nézitek ezt az útvonalat, ugye nagyon ritkán szokták használni gamerek ezt az útvonalat, de ha figyeltétek a játék elejét, volt egy srác, talán vagy háromszor kilőtt ugyanonnan, és annyira nem volt ráállva az agyam, hogy ez a gyerek az még mindig ott van, hogy nem is figyeltem rá. Tehát újra spawnoltam szinte elé, és eszembe se jutott, hogy jé, van egy gamer, aki használja azt az útvonalat, mert nagyon ritkán szokták használni, mert olyan kieső. És akkor íme itt egy másik tipp, hogy vedd észre azt az útvonalat, ahol a gamerek nincsenek, főleg Call of Duty-ban, ahol nem járnak, mert meglepetést okozhatsz, és könnyedén összehozhatsz egy 3-4-5-6 killstreaket is, kb. Ugyanarra a pontra, mert a legtöbb játékosok agya annyira be van állva a kényelemre, a komfortra, a megszokott útvonalra, hogy egyszerűen nem is tudatosul bennük, hogy honnan lőttek ki, mert úgyis rányom gyorsan az F-re, meg se nézi a killcamot, és nem is tudatosul benne, hogy hol van, úgyhogy kedves gamer társaim, vegyétek észre a változásokat, mert akkor tudtok alkalmazkodni, akkor lesztek sikeresek, akkor maradtok életben egy játékban, és nem csak ott, most kifejezetten, főleg az üzleti életre igaz ez, azt hiszem, és akkor tudtok életben maradni, hogyha követitek az evolúciót, hogy úgy mondjam, tehát sem kutya baszik. Remélem, hogy érthető volt. Szóval az erősebb kutya baszik. Na, ezt akartam mondani, és tényleg észre kell venni ezeket az apró dolgokat, és akkor úgy menni fog a játék, és akkor kezditek el észrevenni azt is, hogy minél gyorsabban alkalmazkodtok az új szituációhoz, hogy nem fognak tudni meglepni. Akkor fognak tudni lelőni is, úgyis igazából, amikor hátulról találnak el, vagy egyszerűen egy újabb játékos, egy újabb trükköt talál ki arra, hogy meglepjen. Szóval ilyen a Call of Duty, például ilyen a mondjuk az összes játék, ilyen főleg az FPS shooterek, hogy folyamatosan, apránként, időnként, amikor kialakulnak az új komfortzónák, mindig lesznek gamerek, akik egy kicsit módosítanak rajta, ugye a szemfülesebbek egy kicsit módosítanak a dolgokon, és akkor újra elkezdenek játszani. Ja, egy konkrét példa most gyorsan eszembe jutott, ugye mindig voltak időszakok NBA 3, NBA 2, amikor az emberek elkezdtek gyakran UAV-ot
használni. És akkor mi volt a változás? Mindenki elővette a Stingert, mert már a tökük ki volt azzal, hogy az UAV elkezd őket lelőni. És itt van például az egy nagyon jó barátom, önálló mindig ott egy Stinger, ha ketten játszunk, jön az UAV, ellenfél helikopter, minden, más szólok is neki, figyelj, le kéne ezt lőni, ő lövi, intézzük, ketten megyünk, és így alkalmazkodunk a játékhoz. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!